közös tapasztalataim is vannak arról, hogy a világot nem csak rövid életű emberek akarnoksága mozgatja, hanem léteznek egyéb szempontok is, és hogy valahol magasabban és a láthatatlan világban keressük az örökké valót, az Istent, aki dönthet, hogy az írás mondja királyokat egy éjszaka alatt is ledönthet. És nem királyságban élünk, ugyancsak. Igen. Ott, ahol az alapnormatíva adott, ott valakinek pótolni kell a többi pénzt, és ezt általában szülők szokták előteremteni. Tehát az alapítványi iskolák szöme inkább a módosabb szülők problémás gyerekeinek nyitott. Nekünk is vannak sajátos nevelési igényű gyerekeket fogadó iskoláink is, itt Budapesten is, vidéken is, de ezek ráadásul nagyon szegény családból jönnek, és itt nem egyszer a családokat mi támogatjuk. Tehát például itt a hajléktalan óvodában a 40 családból 10 hétvégén szombat-vasárnap bejön ebédelni, mert otthon nincs. Tehát nem arról van szó, hogy ők hoznak segítséget, ha segítséget kapunk, az saját önkénteseinktől van, vagy ezen a nyáron is több fiatal holland érkezett önkéntesként Magyarországra, ami egy egészen példátlan dolog, diákok, akik a szabadságukat itt töltötték saját zseppénzükből, jöttek el, vették meg a festéket is, és hát ők festik ki iskoláinkat, vagy segítenek megjavítani a tanévben tönkrement dolgokat, és adományokat kapunk. Tehát a kérdés az, hogy a helyzetünkben még azon kívül, hogy jogosztottak lettünk, még valami bántást el kellett eszemben. Hát, amivel nem nagyon foglalkoztunk, az némi káröröm, amivel egyesek szemlélték. És igazolva látták azt, hogy úgy kell politizálni, hogy ők, tehát nem szabad még az egyházi törvényt sem kritikába élni. Amikor dachten dat de juiste manier van politiek voeren was dat er ook geen dat ze ook geen kritiek geven op de nieuwe kerkwet. Tehát a hívő ember csak egyetértőleg politizál. Dus als iemand een christen is, dan moet hij altijd akkoord gaan met de regering. Zo amikor dachten dit. De ez így volt nagyjából a rendszerváltás is. Maar voor de politieke omwenteling was hun benadering dezelfde. És hát a kormány részéről, tehát a parlament részéről, tehát a parlament elnökkel, azt többször megerősítette, hogy az, aki bírálja az kiváló törvényeket, az miért reméli azt, hogy megkapja a státuszt, egy hármas dus de voorzitter van het parlement ook, heeft ook meerdere keren gezegd dat degenen die deze wet kritiseren, hoeven niet te hopen dat ze de status van de kerk krijgen. Dus als ze kritiseren, dan geen registratie. Balogh Zoltán megtámad engem ebben az említett riportban, mert szerinte helytelen volt, hogy én vállalkozom a sajtó előtt is, hogy én keresztem, és azt mondta, hogy én nem veszem komolyan a lelkészi hivatásomat vele ellentétben, mert ő ilyet soha nem csinálunk. És aki nem veszik komolyan a lelkészi hivatás, ez miért csodálkozik, hogy őt nem veszik komolyan a vállalkozik? Er was an interview met the minister, Zoltán Balogh, die ook dominee is. En hij vond het niet goed dat deze dominee in de media duidelijk heeft gezegd dat hij de eerste twee kinderen van meneer Orbán heeft gedoopt. En hij vond het niet goed dat zoiets publiek wordt gemaakt. En hij dacht dat de dominee Gábor Iványi zijn baan niet serieus neemt. En hij vroeg zich af waarom iemand op registratie hoopt als hij zijn baan niet zo serieus neemt. Vagy az ő korábbi államtitkár, hogy szintén volt református lelkész Házfalvi László, ő együtt a parlament elnökével, Lukács Tamással rávették a metodistákat, hogy kérjenek egy igazolást a metodista világtanácstól, hogy mi nevezhetjük-e magunkat metodistáknak, vagy nem. És arra hivatkozott a sajtóban, hogy mi visszaélünk a metodistáknak.
és ezért is Sándor volt velük szemben eljárt, mondjuk mindegy, a metodista egyházat megvédték velük szemben. Tehát ott valami papírt, amiről soha nem derült ki, hogy azt mit tartja, a metodista világtanács milyen igazolást adott valamit. Ander lett van a regering, die ook calvinistische dominee is. Hij heeft de methodistische kerk, dus de grote kerk, van wie ze afgesplitst waren. Dus heeft hem gevraagd om van de internationale organisatie van methodisten een bewijs te vragen van of deze kerk wel of niet bij hen hoort. Dus ze moesten dit bewijs halen en tot vandaag hebben ze dat bewijs niet gezien. Ze weten niet wat daarin staat, maar ze denken dat ze de grotere methodistische kerk hebben verdedigd van deze kleinere. És egy pár figyura veszprémi érsek támadott meg bennünket szintén egy nyilatkozatában. Nem is jegyeztem meg igazán. Tehát voltak hangok, amelyek vagy kárörömmel, vagy ellenségesen nyilatkoztak, és volt egy-két óvatos, kritikus hang. Tehát, hogy nem kellett volna olyanokat bántani, akiknek a munkája azért mégis mérhető. Evangélikusok főleg, az evangélikus kisnök, közkettes, meg az országos. Érsek katolikus volt. Was ook een katholieke bischop die hierover geschreven heeft dat het eigenlijk niet goed was, dus dat was een soort vijandige houding. Maar er waren ook kerken, vooral de Lutherse kerk, die wel positief was en die zei dat, dat een kerk die zoveel doet voor sociaal werk wel geregistreerd moet worden. Maar de katholieken die willen dus graag dat... Die ene katholiek. Márfi Gyula. Gyula Párfi was de naam van Márfi. Waarom is hij dan met deze wet eens? Wat is hij? Ze hebben elkaar nooit ontmoet, hij weet het eigenlijk niet. Úgy érezte, hogy hősiesen meg kell védeni a kormányt. Dus die man, die katholiek, dacht dat hij de regering moet verdedigen. Ja. Egy amerikai evangélikus teológus fogalmazott meg egy kritikát, egy Dávid Baer nevű evangélikus teológus, őt sem ismertem korábban, és ő erre reagálva fogalmazott, vagy csinált egy kirohanást. Tulajdonképpen válaszolt erre a levélre Márfi Gyula, és ebben védte a kormány. Dus er was ook een reactie van een Amerikaanse Lutherse theoloog en die heeft ook de maatregelen van de regering verdedigd en de reactie van deze katholieke bisschop was ook een reactie daarop. Dus ze hebben allebei de kerk met verdedigd. Zal ik de andere stellen? Ja. Másik kérdés pedig jön Orbán Viktor lelkésze volt, és az lenne a kérdés, hogy milyen szerepet vállalt Orbán a gyülekezetben, tehát aktív tagja volt-e annak, önökhöz barátság volt-e, és beszélgettek-e a hitről? Hát az így túlzás, hogy én voltam az ő lelkésze, de fordult hozzá. Az igazság, hogy mikor képviselő voltam, több más képviselő is ott a parlamentben, és hát bizonyos kérdésekben, temetéseskedés, keresztelés kérdésében engem kért, hívott segítséget, nem volt igazán kapcsolatok egyházakkal. Tehát nem volt aktív tagja az én gyülekezetemnek. Azokon az alkalmakon ott volt, amikor érdekeit kereszteltem, és egy barátságnak, ha nem is nevezhetjük, de egy jó kapcsolat volt, egy szívélyes kapcsolat volt. Dus hij was geen actieve lid van de gemeente, maar hij was wel aanwezig op die evenementen. En Gábor Iványi was toen lid van het parlement, dus hij werd vaker gevraagd door andere leden van het parlement voor begrafenissen, doopfeesten en huwelijken. En dat was ook het geval met Orbán. Dus ze waren niet echt bevriend, maar ze hadden wel een hele goede betrekking met elkaar. Ja. En ziet hij Orbán als een christen? Een christen, ja, Orbán Viktor.
Ebben nehéz nyilatkoznom, mert ugye annak lehetnek kívülről látható jelei, amelyeket én nem annyira a szíveket is te vizsgáljuk, és ezért erről nem igazán nyilatkoznék, bár az én meggyőződésem az, hogy ebben több a politikai kereszténység, mint a hitvallás. A kereszténység, ahogy én látom, és azt gondolom, hogy a faluban krisztusi keresztény politikus máshogy viszonyul a szegényekhez, máshogy viszonyul az igazgondáshoz, máshogy viszonyul a jóhoz. Ezekből az ő tetteiből arra kell következtetnem, hogy ő nem keresztény. Nem krisztusi minta az, amit követ, de ennél többet erről nem tudom. Dominik kan daarover niks zeggen, omdat het God de harten van mensen ziet en hij Orbán alleen van buiten ziet, maar als hij zijn handelingen ziet, dus hoe hij tegenover rechterlijkheid en de waarheid staat, dan vermoedt hij dat het meer van de politieke kant is, die christelijkheid, en niet van binnenkomen. En wat is politieke christelijkheid precies? Meer dan politieke christelijkheid valójában. Tehát itt a politikai kereszténység alatt azt értjük, hogy valaki támaszkodik arra a kicsit szélsőségesen vallásos rétegre, amely picit antiszemita, kicsit cigány ellenes, szegény ellenes, vagy ha szociális kérdésekről van szó, akkor különbséget tesz az érdemes és érdemtelen szegények közt. Tehát ha senki nem emelte fel harsányan a szavát az ellen, ahogy például cigányokról, szegényekről, lakótelepi úgynevezett panelprolikról nyilatkozik a miniszterelnök, tehát ezért egyáltalán senki nem lopta meg, vagy ahogy cigányügyben is megnyilatkozott, akkor mégis azt gondolom, hogy ez a közel nagyjából egyetért ebben. Tehát máshol van a kereszténységnek az a megjelenési formája, mert mondjuk a náluk politizáló keresztény politikusok, amennyire én ismerem, exponálják magukat. De er is een markant verschil tussen christelijke politici in Nederland en hier in Hongarije. Dus hier in Hongarije gaat het erom dat er een bepaalde laag van de maatschappij zich christelijk noemt en die partij heeft de steun van die mensen nodig. Maar als je gewoon luistert naar de uitspraken over hoe hij over arme mensen spreekt en zigeuners. En als je ziet dat er ook antisemitisme aanwezig is in deze laag van de maatschappij. Dan denk je dat eigenlijk christelijkheid een andere kant heeft, een ander karakter. Ja, maar je hebt bijvoorbeeld wel op het gebied van moraal, zoals huwelijk en dan van dat soort dingen. Daar profileren ze zich wel als christelijk. Hoe kijkt hij er tegenaan? Ziet hij het als een soort christelijke vooruitgang dan op sommige punten? Igen, hogy itt látható valamilyen fejlődés, hogy például a kormány hozzá mondjuk a házasság kérdéséhez, meg egyéb kérdésekhez. Hát demonstratíve mondjuk például a házasság kérdésében, vagy házasság, vagy lehet-e homoszexuális párok közt is házasság ebben a kérdésben konzervatív. Hát hangoztatja azt, hogy ez elfogadhatatlan bibliai alapon, nem tudom, hogy ott önálló, hogy van, de tehát családbarát ilyen szempontból, ezzel szerintem, vagy ebben szerintem olyan nagyon nem különbözik. Tehát, de én súlyosabbnak tartom azokat a problémákat, amelyek azonnal nyersen érintenek embercsoportokat, akár szegénységet, akár fizikai kiszolgáltatottságot. Wat bijvoorbeeld huwelijk betreft, ze zijn wel van christelijk karakter, dus ze zijn voor het gezin, voor het huwelijk. En bijvoorbeeld homoseksueel huwelijk is niet mogelijk. Maar naast die dingen, als ze bijvoorbeeld tegenover het leven van de hele arme mensen staan en dat is mensen met een soort fysieke handicap, dus mensen met problemen, dat is een hele andere richting. Ja. En, ja, hoe,
Wat zou de reden kunnen zijn van de regering dat zij bijvoorbeeld tegen homoseksualiteit zijn voor gezin, huwelijk, dat soort dingen? Ja, az itteni keresztény demokraták álláspontja az, hogy ez nem biblikus, és hogy házasság alatt csak egy férfi és egy nő rendezett kapcsolata érthető. Tehát az nem házasság. Még ebben nekem sincs vitám, abban talán igen, hogy a laikus államnak, hát nem egyházi államnak ebben nem szabad olyan álláspontot elfoglalni, ami kirekesztő, vagy bántó, vagy megbélyegő. És világos, hogy egy hívő közösség megfoglalkozhatja a bibliai elveket, de az állam nem diszkriminálhat, és nem üldözhet, és nem bátoríthat olyan csoportokat, amelyek megtámadják, megbélyegzik, fenyegetik fizikailag. Jobb a meleg felhúzás alkalmával például az emberek figyelik. És fogaszt a kristendemokráta, mint is hűvölök, dat staat ook in de Bijbel, is tussen man en vrouw. En daarmee gaat de dominee ook akkoord, dus zo staat het in de Bijbel. Maar als je naar de staatkant kijkt, dan moet het wel inclusief zijn. Dan is het wel een vorm van discriminatie als bijvoorbeeld dat soort huwelijk niet kan plaatsvinden. Of dat bijvoorbeeld zo'n gay pride evenement niet kan plaatsvinden. Dus voor de leek moet het wel deel zijn van de staat en van de mogelijkheden. Ja. En Orban die wil een soort van christelijke staat creëren. Hoe kijkt hij dan daar dan tegenaan? Orban szeretne egy keresztény államot alapítani, vagy megvalósítani, ön ezt hogy látja? Ez egy reménytelen vállalkozás. Ez egy utópia. Azt kell látni, hogy a magyar társadalom nem vallásosabb, mint az európai átlag. És itt ugyanaz a helyzet, mint Európa más országaiban, hogy egyre kevésbé szeretik az emberek, hogyha mondjuk például éppen az állam mondja meg, akár az iskolában, akár másút, hogy hogyan gondolkozzanak őket érintő intim kérdésekről, akár például a család kérdéséről. Tehát az egyház elvesztette ezt a befolyását, és ezt állami, kormányzati támogatással visszaadni nekik, az egy önvol, az egy balfogás. Én ebben nem hiszek, és ugye Orbán egy engedelmes társadalomban gondolkodik. Most engedelmesség, a felsőbbség tisztelete, vagy az a gondolat, hogy az Isten akaratát a aktuális vezetőn keresztül próbáljuk megérteni, sajnos a vallásos emberek között kicsit jobban működik. Tehát ők a felső vezetés, kevésbé kritikusak a felső vezetőkkel szemben. És én szerintem itt egy ilyen várakozás van, tehát nem arról van szó, hogy az ő lelkét mélyen nyomasztja, hogy milyen súlyos bűnök vannak, és nem a rendőrsége akarja ezt kezelni, hanem misszionáriusokat akar az emberek közé küldeni, és arra akarja őket rávenni, hogy szeressék egymást, mert ugyanakkor meg ő az egyik gerjesztője annak a megosztásnak és gyűlöletnek, ami az emberek közt van, ami sehol semmiféle bibliai gondolattal nem találkozik. De Hongáren zijn niet bijzonder kerkelijk, dus niet kerkelijker of geloviger dan andere volkeren in Europa. Dus het is eigenlijk een utopie om zo'n christelijke staat te willen creëren. En de mensen vinden dat ook niet leuk als er bijvoorbeeld op school gezegd wordt aan de kinderen wat ze moeten geloven. Orbán wil een beetje dat mensen gehoorzaam zijn. En dat ze gewoon de beslissingen van politici als een soort openbaring van God zien. Maar dat werkt wel bij de laag die christelijk is, maar bij de rest niet. Dus dan heb je zo'n scheidingslijn in de maatschappij die eigenlijk de mensen deelt in twee groepen. De hát ez már Jézus idejében is így volt, hanem pedig hát egy lényegében egy teokratikus állam volt. Ő is nagyon határozottan volt, hogy az én országom nem a világból való. Tehát az Isten országa alatt ő mást értett, mint egy földön megvalósuló ideális
földi társadalom. Az Isten országa bennünk van, és azok között alakul ki többnyire spontán, akik hasonlóképpen tisztelik azokat az alapelveket és indulatokat, amelyeket ő is képviselt. Ezt nem lehet földi jogszabályokkal kikényszeríteni. En dus ook in de tijd van Jezus was dit niet anders. In die tijd was er ook een soort theocratische staat. Maar Jezus zei ook dat zijn land of zijn rijk niet van deze wereld is. Dus dat komt eigenlijk binnen. Je kunt geen maatregelen en wetten accepteren en dan Gods wil daardoor laten gelden. Dus eigenlijk dit komt van het hart van de mensen en hoe ze handelen. Heb jij nog een vraag of voor zijn? Nee, fantastisch. Ja, echt top. Nou, jongens, dankjewel. Dank je. Ik kan misschien nog één vraag. Ik mag nog één foto nemen dat we al aan het filmen zijn. Mag die niet uit? Geen soerat. Kijk, ik ga erin met je.